A Videótom ma bejelentett, hogy Henning Berg lesz a következő két szezonban a csapat vezetőedzője. Miért esett pont rá a választás, mit kell róla tudni, és mit vártok tőle? Visszafelé haladjunk a sorban, akkor arra mondom, hogy mit várunk tőle, az, hogy bajnoki címet nyerjen a csapatunkkal ismét. Reméljük, hogy a Magyar Kupa győzelemre is nekünk lesz a legnagyobb esélyünk, illetve Európában lehetőleg tovább jussunk, akár már most nyáron és középtávon is az a célunk, hogy természetesen csoportkörbe szeretnénk kerülni, vagy az Európa, vagy a Bajnokok Ligájában. Hogy mit kell róla tudni, szerintem azért nem kell senkinek bemutatni, ez mindenképpen egy jó hír szerintem, hogy egy ilyen kaliberű szakembert tudtunk idehozni, aki nem csak mint játékos, tehát nagyon komoly eredményeket az asztalra, hanem edzőként is igenis komoly eredménysorral büszkékedhet. A ő kiválasztásánál, vagy inkább úgy mondom, hogy először annak a típusnak a kiválasztásánál, akiben gondolkodtatok, mi volt az elsődleges, elég régen lehetett hallani, hogy külföldi edzőt szeretnétek, aztán azt is, hogy ugye Horváth Ferencnek is van esélye, valójában mi volt a motiváció ennél a választásnál? Hát ugye a legelejétől kezdve nyílt lapokkal játszottunk, ezt az előző vezetőedző Horváth Ferenc is tudta, illetve tisztában volt még azt mondom a történésekkel is részben. Úgyhogy az én feladatom az volt, hogy behozzak olyan külföldi jelölteket a rendszerbe, akiknek, amit az előbb is mondom, csak ezt tudom ismételni, hogy komoly eredménysorral rendelkeznek. Olyan profit próbáltunk felállítani, hogy mindenképpen motivált fiatal szakember, vagy fiatalabb generációhoz, vagy éppen, de semmiképpen sem idős edzőt szerettünk volna. Szerintem ennek a profilnak tökéletesen megfelel. Én hiszek abba, hogy nagyon jó játékosból is lehet jó edző, ezt több bizonyította, ugye Norvégiában is és Lengyelországban is. És semmiképpen nem hátrány az, hogyha valaki ugye azért B1 győztes csapatnál egy Alex Fergusontól tanulhat. Annak, hogy most egy északi edző lesz a Videótonnak a mestere, van-e jelentősége, volt esetleg ilyen fajta kritérium is, ugye az utóbbi külföldi edzők a latin vonalat képviselték a Vidinél, volt, aki európai szinten volt jó a csapatta, volt, aki magyar bajnoki címet nyert, ez ehhez képest egy éles váltás, volt-e ebben bármiféle tudatosság? Mi azt szeretnénk, hogy mind a három, ugye, mert mondtam, a bajnokság, magyar, illetve nemzetközi kupák, tehát szeretnénk mindenhol ott lenni. Tudjuk, hogy ehhez egy bővebb keret kell, tudjuk, hogy még erősebb keret kell. Azon dolgozunk innentől kezdve, hogy a lehető legjobb játékosokat tudjuk ide csábítani. Henningberget is sikerült idehoznunk, ez a klubnak mindenképpen komoly fegyvertény, büszkék is vagyunk rá. És ha már a játékos keretről beszélsz, igazából mekkora változás várható, mert a Videóton az utóbbi időben, hát már a ti időszakotokban gyakorlatilag részben kényszerült, ilyen jelentős változásokat kellett eszközölni a játékos állományban. Most mi lesz? Szerintem olyan nagy változások nem várhatóak. Ugye az EB valamilyen szinten talán beleszólt abba, hogy esetleg kapunk ugye játékosra ajánlatot, ugye a magyar játékosoknak az ázsiója, nem csak annak pláne, aki az EB részt vesz, igen, de talán még a többieknek is megnő az ázsiója ezzel a szerepléssel, tehát már meglátjuk, hogy a piac erre hogy reagál, milyen ajánlatok futnak be hozzánk. A csapatnak a magja megvan, ráadásul nagyon erős, ezt bizonyították, bármennyire is hullámzó vagy hányattatott szezon után vagyunk, de ez teljesen indokolt, vagy teljesen érthető egy ilyen indulás után. Lenyugodtak a kedélyek, és ez pedig mindenképpen egy komoly fegyvertény, hogy odaértünk a második helyre, és ez egy olyan érzelmi töltetet adhat a játékosoknak már a következő szezonra, így sokkal meggyőződésem, hogy így sokkal jobban fognak tudni pihenni, sokkal nyugodtabban, és feltöltődve fognak visszatérni, és vidáman tetrekészen. Ennek a bizonyos keretnek a végső kialakításában most már mennyire fogtok Henning Berggel együttműködni? Vannak-e már kiszemeltek, és milyen posztokon várható esetleg erősítés? Én magam is ugye futballoztam komolyan futballkultúrákban, és láttam, illetve Magyarországon is volt jó néhány szerencsém, jó néhány komoly szakemberrel együtt dolgozni. Ez csak úgy működhet, ez egy csapatmunka mi szintünkön is. Ez úgy fog működni, hogy mindenhol a világon a komoly kluboknál, hogyha van egy sportigazgató és egy vezetőedző, nekik szorosan együtt kell működniük, és mindenről tudnia kell mindenkinek. Úgyhogy magyarul ez azt jelenti, hogy természetesen egyeztetni fogunk a játékosokról.